A gyerekek félnek, a szülők aggódnak, mert egy elviselhetetlen rodeóvá változtatták az autósok a falu vadonatúj közútját, fogalmazott Bátakösség polgármestere Huszárné Lukács Rozália, aki még azt is elmondta, 50 éven keresztül nem volt Bátán ilyen nagyságrendi útépítés. Most viszont egy új, jobb minőségű, az egész községen áthaladó út épült. Teherautók, kamionok, tehát úgy közlekednek rajta, mint egy 90-es közúton. És természetesen teljesen veszélyes, úgy a gyalogosok, mint a, a többi autós részére, mert előznek, össze-vissza olyan sebességgel közlekednek, ami a településen elfogadhatatlan. A felháborodott lakosok féltik saját és gyermekeik testi épségét, ezért fordultak a polgármesteri hivatalhoz. A polgármester elmondta, hogy az sem szokatlan, hogy jogosítványal nem rendelkező helyi lakosok szágoldoznak a község új útjain, ami okán feljelentést tesz a rendőrségen. De hosszú távú megoldása is van már ötlete. Lényegében olyan kamerákat, sebességmérő kamerákat építenénk be, ami különböző helyeken mérni a sebességet, amit természetesen a rendőrség sűrűbben el és akkor talán meg lehetne állítani ezt az őrületet, ami megkezdődött bátába. A helyiség teljesen erőből kiépült, térfigyelő rendszere alkalmas lenne a sebességmérő kamerák fogadására, de az eszközök árát a jelenlegi költségvetés nem tartalmazza. Ennek ellenére a soron következő képviselőtestületi ülésen indítványozzák a beszerzést. Addig is csak kérni tudják az autósokat, mérsékeljék a sebességet.